azt nagyon nehéz szerintem feldolgozni és elfogadni, hogy vagy valahol valaki, és egyszer csak egy repülőút után egy senki vagy. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám reggelizni. Köszönöm, hogy meghittél. Ez egy pisztáciás pannakotta, mert ezt nem én készítettem viszont, hanem a Nádas kis Hajni. És ez is ilyen laktóz, meg mindenmentes dolog. Tényleg? Fogalmam sincs, hogy milyen lett az avokádó. Sose csináltam még, így kb. Mindenkinél kísérletezgetek, tehát életem első besamelmártását készítettem el szerdán, meg csináltam frittátát, meg életem első avokádó. A besamel nem könnyű egyébként. És finom lett. Ezen van azt hiszem sajt. Igen, csak az ott egy kicsit szép, hogy leesszel, ezt adom neked. Igen, egyébként általában az a finom, ami rom, de tudod. És ebben csak sajt van? Nem, ebben meg tojás van abban is, csak arra a tetejére tettem sajtot. Kb. 6 évvel ezelőtt, mikor megismertelek, vagy nem is tudom, mikor ismertem. 6 éve volt? Nagyon régen. Nem gondoltam volna, hogy te még fogsz nálam reggelizni. Miért? Emlékszel arra, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor nem is én hívtalak föl először, hanem az asszisztensem, a Norbi, ő is Norbi. Mert én annyira izgultam, hogy vajon elvállalod-e a munkát, vagy visszautasított, hiszen én még egy kis senki voltam, és mondom, úristen, lehet, hogy neked ez derogálni fog, hogy elvállalod egy ilyen kezdő tervezőnek a munkájának a lúpukját. Erre emlékszem, hogy erről, tehát ezt mondtad, hogy ezzel kapcsolatban így gondolkodtál, de már akkor is mondtam neked, hogy ez velem kapcsolatban, mert biztos vannak ilyenek, akik így állnak hozzá, hogy kezdőkkel nem dolgoznak, vagy bármi, de velem kapcsolatban ez tévhit volt, mert én nagyon szívesen dolgozom új emberekkel, sőt, tehát szeretek is megismerni új embereket, úgyhogy ez nem így volt. Aztán igen, tudom, ezután kiderült, és utána én is hívtalak, és tök kedves voltál, és Én nem emlékszem mindenre, és egyeztettünk időpontot, eljöttél megnézni a ruhákat azért, mert én kértem, hogy lásd őket, attól függetlenül, hogy csak sima stúdiófotók lesznek, és tökre megnyugtatott, mert jött, és mondtad, hogy Noémi, hát ezek jó cuccok, neked itt van a helyed a szakmában. Hány éves voltál, amikor először bekerültek a munkáid a magazinokba? Hát ezt az egészet én nagyon korán elkezdtem, mert a gimiben már tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, de csak az utolsó évben, mert előtte azért én drámatokozatra jártam, és színész akartam lenni. Komolyan? Na, és ezt én nagyon komolyan gondoltam, úgyhogy a drámatokozatra iratkoztam be. És egészen így a második, harmadik évig én abszolút erre készültem, és aztán volt egy nagyon-nagyon jó rajztanárunk, zseniális nő, és ennek nagyon örülök, mert így rávezetett erre az útra. És akkor utána a Práter utca. A Práter utcai, hát ez az egyetlen állami fotósuli, úgyhogy ott. De ez egy nagyon jó suli, nem? Jó volt nagyon régen, amikor én oda kerültem, akkor már nem. Tehát az a helyzet, hogy nagyon bírtam ott a tanárokat, de ez egy már akkor is egy ilyen elmaradott dolog igen volt. Igen. Hát full csak analógot tanultunk, amikor igazából akkoriban már, nem most volt, de akkoriban azért már jött a digitális technika, és itt szó nem esett erről. Szuper, hogy ezt megtanultam, tudod, hogy lehet mondjuk egy negatívot előhívni, vagy hogy kell retusálni egy negatívot egy ceruzával, vagy egy pozitív képen, pengével. De ez kapargatni. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, csak tudod, két éven keresztül, amikor, tehát ez egy letűnt kor. Aha. Már akkor sem működött, nem volt erre idő, nem volt erre lehetőség, hogy az ember filmre fotózzon. Szuper, hogyha ezt megtanítják, de két éven keresztül csak ezzel foglalkozni, és a digitálisat teljesen kizárni, annak nincs, nem volt már akkor, abban a korban sem értelme. Úgyhogy igazából, persze, amit ott megtanultam, én nagyon örülök, hogy ez így megtörtént, de használni nem tudtam. És akkor te hogy indultál el? Először modellügynökségeket kerestem meg a portfóliómmal, ami akkor borzasztó katasztrofális volt, de tényleg, úgyhogy el is utasítottak egy pár helyről.
volt olyan, aki konkrétan úgy küldött el, hogy ezzel nem kéne foglalkozni. És aztán eltelt, nem tudom, egy év, és én akkor nagyon megsértődtem rá. Szerintem egyébként, hogy beszéljünk erről, hogy ez ki volt, de akiről beszélek, ő biztos tudja. De ő egy ügynökségnek a vezetője. Ő egy ügynökségnek a tulajdonosa, igen. És konkrétan ez elhangzott így, hogy ne gyere vissza, mert nem kéne ezzel foglalkozni. De tényleg katasztrófa. Tökéletesen igaza volt. És ez például egy tök jó példa arra, tudod, hogyha valaki ezzel elkezd foglalkozni, nincsenek meg az eszközei, hát nem voltak lámpáim. Úgyhogy a praktikerben vettünk reflektorokat, és ezzel a több ezer wattos reflektorral fotóztam otthon. Berendeztük az egyik szobát egy ilyen kis stúdiónak, és akkor ott kezdtem el fotózni. És nagyon vicces volt, mert hát 18 éves voltam, 19, és jöttek hozzánk a modellek, és anyu főzött, minden nap volt ebéd, megrendelték a stábtagok, hogy mit szeretnének kajálni. Szerintem nagyon-nagyon családias volt az egész. És aztán egy év elteltével visszamentem hozzájuk is, meg hát addigra volt olyan viszont, aki meglátta már így abban a szarban is azt, amit nem tudom, meglátott. Úgyhogy ő elkezdett velem dolgozni, és aztán egyre több ügynökség, és aztán visszamentem hozzájuk is, és addigra már azzal az anyaggal már mást láttak, és akkor ők is elkezdtek velem dolgozni, és ez egész így indult, hogy először egy modellügynökségnek portfóliót csináltam, és aztán elkezdtem házalni a magazinoknál, a szerkesztőségekben azokkal az anyagokkal, már a portfóliókkal. És melyik volt az első magazin? Hát a életem leges-legelső magazin munkája az egy Maxima volt, szerintem. Igen, szerintem egy Maxima divatanyag volt, igen. De aztán így rögtön szinte vele egy időben csináltam glamourt. De akkor még az úgy működött, hogy a kezdőfotósoknak csak nagyon-nagyon kis lehetőséget biztosítottak a magazinok. Úgyhogy úgy kezdtem el dolgozni, hogy először csináltam bazár oldalakat, tudod, csak egy kezet egy táskával, vagy csak nagyon sokáig fotóztam nekik csak lábakat, mert akkoriban volt még olyan bazárovatú program úrnak, hogy tudod, mondjuk csak harisnyák vagy lábak. Szerintem a mai napig van egyébként ilyen, csak azt szerintem talán már tárgyfotósok csinálják. És akkor ilyeneket csináltam egész hosszú ideig. És aztán emlékszem, hogy az első divatanyagot megkaptam, akkor brutálisan izgultam. Úgyhogy ez a mai napig nagyon élesen él bennem, amikor az első ilyen komolyabb melót megkaptam tőlük. És a modellnek is ez volt az első fotózása. És végigparáztam, de én remektem a fotózáson. És a modell? És a modell is. És látta, hogy én mennyire izgulok, és még jobban beparáztattam őt, úgyhogy az egész egy nagy para volt, de jól sikerült. Igen, és akkor így gyakorlatilag onnantól kezdve. Akkor itt már hány éves voltál? Nagyon rövid időn belül egyébként összejött, mert én a fotósuli alatt már elkezdtem ezt csinálni. Tehát igazából úgy, hogy még nem tudtam semmit, már elkezdtem fotózni, ezért is volt az, hogy elküldtek, mert igazából semmi háttere nem volt a dolognak, megelőzménye. De önbizalmam az volt, úgyhogy elmentem hozzá. De nem baj, mert ezt lerombolták ott. Úgyhogy egyébként ezért hálás is vagyok. És akkor így felszívtam magam, és szerintem egy 3 éven belül, tehát 3 éve csináltam ezt, amikor már így magazin anyagokat is csináltam, úgyhogy gyorsan. Szerintem, hogy szerintem olyan 20-21 lehettél, mikor én már láttam, max. 22. Hát 18 évesen én már elkezdtem fotózni, 19-20, aha, 20, hát max, nagyon max 21 eleje. Igen. Amikor már láttam. Amikor már így fotóztam, igen. Úgyhogy most már jó sok éve. Semmi nem lehetetlen, és senkit nem ismertem a szakmából, szóval nem az volt, hogy anyám vagy apám révén megismerkedtem, vagy bevittettem, tehát nem szerkesztő volt a fogalmunk. Ugyanaz, mint nálam. Tehát nekem kb. Te voltál a szakmából az egyetlen ismerősöm. Ez nálatok így fotósoknál mi a helyzet az új generációval? Rengetegen vannak. Tényleg nagyon-nagyon sok új fotós van, a szakmabeliek tényleg szintén, tehát ugyanúgy a smink területén, vagy a fodrászok területén, vagy stylist, tehát az helyzet, hogy ez egy nagyon közkedvelt szakma lett, és nagyon sokan szeretnének ezzel foglalkozni. Én azt szoktam erre mindig mondani, hogy tehát nagyon-nagyon tehetséges emberek vannak, és vannak kevésbé tehetséges emberek, és az idő, meg a szakmai tudásuk az úgyis majd így elválik, meg eldönti ezt a helyzetet, hogy ki marad, és ki nem. Tehát láttunk már fellángolásokat,
és eltűnéseket, és láttuk már olyat is, hogy valaki fellángolt, és azóta is van, és csinálja. És szerinted a tehetség az itthon utat tud törni magának? Hát... vagy ahhoz tényleg mindenben tehetségesnek kell lenni. Ez attól függ szerintem, hogy melyik területet nézed, mert egy tervezőnek nem elég szerintem csak tehetségesnek lennie. Nagyon sok mindennek kell adottnak lennie ahhoz, hogy ez bejöjjön, mert tudod, egy fotós az fogja, megvesz egy kamerát, aminek nem is kell feltétlenül csúcsképnek lenni, mert nem a kamerától függ az, hogy tudsz fotózni. Szóval, hogyha már van egy kamerája, és van egy szeme hozzá, akkor az elég tud lenni viszont te. Hiába álmodsz meg bizonyos szetteket, meg ruhákat, hogyha nincs kereted arra, hogy megvesz hozzá a megfelelő anyagot. És egy 2000 forintos anyag az nem úgy működik, mint egy 30 000 forintos anyag. Azt akartam még kérdezni, hogy te azért szoktál magyar tervezőkkel dolgozni, nem? Persze. De... így, hogy direkt módon megkeresnek magyar tervezők, az nem gyakori. Egész egyszerűen azért, mert ez tök jó egyébként, hogy szóba került, mert az árak. Tehát az a helyzet, hogy ez nem titok, én nem dolgozom olcsón. Mert ezt sem fogják sokan föl, tudod, azt gondolják, hogy én csak legyomom a gombot, tudod. És a fotózáson lehet, hogy ez tényleg így is tűnik, hogy én csak oda megyek és lenyomom a gombot, de utána van ennek egy folyamata, hogy abból egy készkép legyen. Meg tudod, annyira vegyes az ár. Tehát van, aki annyira olcsón dolgozik, vagy annyira más áron, és ez megzavarja az embereket, de mondjuk látsz tőle egy-két jó munkát, és akkor azt gondolod, hogy tehát ez tök megtévesztő. Uh-huh. Tehát vannak olyan fotósok, akikről azt gondolod, hogy hú, de jó, mert láttál tőlük pár jó képet, de aztán rájössz, hogy hát igen, ez mondjuk 1000-ből volt 2, csak a többi szart nem láttad. Ilyen is van, persze. És persze, hogy ezért tud ilyen olcsó árat adni, mert nyilván a palettán ő ott van valahol lejjön. Igen, igazából ez szerintem, ezzel nincs is baj, tudod, hogy vannak kategóriák, ez a világon minden területen így van igazából, tudod. Tehát tudsz venni ruhát is 1500 forintért, de tudsz venni 1,5 millióért is egy ruhát. Szóval ez ugyanígy van a fotósoknál, és ezzel szerintem nincs gond. Igazából akkor van szerintem gond, amikor valaki megtehetné azt, hogy egy bizonyos szintet tartson, és mondjuk megrendelőkre gondolok, tudod, és mégsem foglalkozik a minőséggel. Tehát így a mennyiségre megy, arra, hogy olcsó legyen, De ez úgy is néz ki sokszor majdnem, mint akit nem tudom, odállítanak a falhoz, és fotózzák mobillal. Igen, és az szokott még dühíteni, amikor mondjuk tehát nagyon sok megkeresést kapok viszont, amit egyszerűen, tehát nem, és sajnálom is, mert nem tudunk megegyezni árban. Tehát a legtöbbször az, hogy nem jön össze egy munka, az annak köszönhető, hogy a megrendelő egyszerűen vagy nem tudja, vagy nem akarja kifizetni. És sajnos azt kell mondani, hogy szerintem a legtöbb helyzetben az van, hogy nem akarja kifizetni, mert körbenéz, és azt mondja, hogy ha valaki ezt elvállalja, most teljesen sarkítsuk, és mondjunk ilyen lehetetlen összegeket, ha valaki ezt 5 forintért vállalja, akkor miért fizessen 500 forintot valakinek, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy... Ez mondjuk nálunk is így van, tehát a kezdő, én főként ugye a kezdő tervezőknél látom ezt, tehát akik azért törekednek arra, hogy minőséget képviseljenek, de még egy elinduló márkáról van szó, és úgy képzik az árukat, hogy kb. Csak ők dolgoznak ugye egyedül abban a márkában. Persze, hogy neki még nem kell külön varrónőt fizetni, nincs még marketingese, nincs szélszese, nincs PR-osa, nincs ilyen asszisztens, olyan asszisztens, fotózásra se nagyon költ, tehát ő még olcsón elő tudja állítani azt a ruhát. De ahhoz képest, amilyen olcsón előállítja, mert viszonylag drágábban adja el, nagyobb az árrés, de nem annyira nagy, hogy ő abból egy komolyabb brandet is fent tudjon tartani. És persze vagyunk mi azok a tervezők, akik meg próbálnának már egy tímet ellátni munkával, mi nem tudjuk olyan áron adni azt a terméket, nekünk már varrónők dolgoznak rajta, meg mindenhonnan a világ tájairól rendeljük a cipzárat, a patentot, a csatokat. Nem tudunk azzal versenyezni, viszont ezek a tervezők néha nagyon elrontják a piacot, mert
Egy-két év múlva fejlődniük kellene arra a szintre, ahol mi vagyunk, és akkor szembesülnek azzal, hogy ja, akkor most azt a terméket, amit eddig 500 forintért adtam, most kénytelen leszek 2000 forintért adni, de így elveszítem azokat a vevőimet, azt a klientúrát, amit eddig felépítettem. Egyrészt magukkal is kibabrálnak, vagy kezdhetik újra, vagy lehúzhatják a rólót. Másrészt velünk is, mert nyilván a mi vevőkörünk is így összehasonlít, hogy de figyelj már, ő is tervező, és ő is dizájner darabot csinál, de hogy lehet ez, hogy olcsóbban adja a termékét? Ezt maximálisan meg tudom érteni, mert hogy nálunk ugyanez van, tehát hogy a fotósoknál. És az a helyzet, hogy azok a kezdők, én ugyanúgy megértem, mint amit te mondtál, egy kezdőtervező, egy kezdőfotós, nem fog annyit elkérni, mint mondjuk én, vagy bármelyik másik kollégám, akik egy ezen a... Azért egy csak kis az a helyzet, tudod, hogy akkor, amikor viszont egy szakadék van a két ár között, az nem jó ötlet, mert maguk alatt vágják a fát olyan szempontból, hogyha ő elvállal valamit 20 ezer, 50 ezer forintért most, akkor soha az életben nem fognak neki az a megrendelő többet fizetni. Igen. És azért erre előbb-utóbb majd ő is rájön, amikor már nem kezdő lesz, hogy nem ennyit szeretne ezért kapni. Mert úgy érzi majd, hogy nem ennyi lenne a reális ezért a munkáért. Nálunk is azért sok mindenből tevődik össze az ár, és nem beszélve arról, hogy nekem ott a munkámnak nincs vége, hogy én végeztem egy fotózáson, és x órát végig dolgoztunk egy stúdióban vagy egy helyszínen. Én utána hazamegyek és dolgozom a képeken. Például a magyar modellek, meg a külföldi modellek között az az alapvető, szerintem alapvető különbség, hogy a külföldiek lazák. A magyarokból szerintem a lazaság például nagyon hiányzik. Tehát az, hogy mindenre rágörcsölnek, nagyon keményen, azt nem kéne, szerintem. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én is egy görcsölös típus vagyok, de azt el tudom egy idő után engedni. De a legtöbb magyar nem tudja ezt elengedni. És nem tudom, hogy ennek mi az oka, de a magyar modellek azok merevek. Merevek, és annál rosszabb nincs, mint amikor egy modell merev. És milyennek látotta a magyar tervezőket egyébként? Milyen a brigád? Hát, figyelj, vannak szerintem jók, és vannak nagyon rosszak is. Nem érzed úgy, hogy azért eléggé híg. Hát figyelj, itt nem tudom azt, hogy mi lenne akkor, hogyha egy-egy tervezőnek nagyon sok pénze lenne, és nagyon nagy tőkéje. Nem tudom, mi történne akkor. Szívesen csinálnék egy ilyen kísérletet egyébként, hogy összerakni, nem tudom, 10 tervezőt, és azt mondani, hogy itt van X összeg, és akkor ebből csináljátok valamit. És tudod, az amikor így, mert biztos vagyok benne, hogy van olyan, akit a pénz tart vissza, tudod. De nem tudom, voltak mostanában meglepetéseim így magyar tervezőkkel kapcsolatban. Például? Hogy hát nem akarok konkrét példát mondani, hogy kivel kapcsolatban, de azt mondtam, így láttam. Pozitív vagy negatív? Ez negatív. Ja, negatív. És meglepődtem, hogy ez az új kollekciója. Vannak amúgy olyan tervezők, akiket én úgy hívok, hogy a pillanatragasztós tervező, mert így éppen, hogy mondjuk azt így kibírja, hogy a kifutón végig megy benne egyszer a modell, és de már a kifutón látod, hogy mondjuk hullik le a csipke, meg lóg a cérna, meg esik le a kő. Van mondjuk egy ilyen 5 ilyen tervező, akiket én ebbe a kategóriába teszek. És ott például nem gondolod azt, hogy lehet, hogy van köztük olyan viszont, aki azért esik szét a csipke, meg azért jön ki a cérna, mert mondjuk nem tud, nincs rá kerete, hogy megfizessen olyan varrónőket, meg olyan stábot, aki ezen tud dolgozni, vagy egyszerűen azt érzed, hogy nem jó tervezők. Én inkább csak azt, hogy egyszerűen mondjuk szarik bele. Mert azt gondolja, hogy... teheti. Mert így is el fogja tudni adni, mert így is eljutott már valameddig. Én inkább hanyagságot érzek benne. És akkor hány díjat kaptál, meg miket? Megkapni kétszer kaptam meg a Fashion Awards-on a díjat, de jelölve nagyon sokszor voltam. Igazából talán egy vagy két évet kivéve minden évben jelölve voltam a legjobbak között.
Persze, hát ez így nagyon, nagyon jól esik az embernek. Volt nemzetközi? Nem, hát én nem, tehát a tervezőknek szerintem könnyebb nyitni külföld felé, a fotós akkor tud nyitni külföld felé, hogyha kiköltözik. Tehát ez a London dolog is, meg Milánó, meg Barcelona és társai, most a legutóbbi próbálkozás, vagy hát ez a kimenete az Isztambul volt, nagyon élveztem, nagyon-nagyon jó volt ott dolgozni. Ezek szuperek, de mindenhol az volt a kérdés, hogy miért nem költözöm ki, tudod? Tehát, hogy így szuper velem dolgozni, tetszik nekik, amit csinálok, költözzek ki. Én meg nem akarok elköltözni egyelőre. Azt már megtehettem volna réges-rég. Egyszer egyébként volt egy ilyen próbálkozás, de akkor nem kiköltözés, hanem fix időre mentem Milánóba, az egy huzamosabb ideig volt egy jó pár évvel ezelőtt, amikor Milánóba kimentem, és akkor ott elkezdtem dolgozgatni, és az a helyzet, hogy így ott akartak tartani, tehát így mondták, hogy maradjak, és nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha úgy döntök, hogy kint maradok, mert azért ott jó pár éve eltelt már azóta, és tudod, úgy voltam vele akkor, hogy mivel fix időre mentem, minden magazinnak, minden szerkesztőnek szóltam, hogy ettől eddig nem leszek, és ne számítsanak nekem, de utána meg bármikor. Így úgy voltam vele, hogy itthon már nevem volt, nagyon sokat dolgoztam, kint meg bárhova mész, tök mindegy, hogy mennyire vagy profi, nem érdekli őket. Nem érdekli őket egy Elle címlap, egy Marie Claire címlap, nem érdekli őket egy kampány, az érdekli őket, hogy ott mit csinálsz. Mm. Úgyhogy egy teljesen kezdő. Úgy kell, ezt kell tudni szerintem elfogadni, aki újra kezdi kint bárhol az életét, hogy nulláról. És azt nagyon nehéz szerintem feldolgozni és elfogadni, hogy vagy valahol valaki, és egyszer csak egy repülőút után egy senki vagy. Tudod, senki nem ismer, senki nem szereti a munkáidat még, nincsenek rajongók, tudod, aki kirogatnak, hogy ó, nagyon szeretem ezt és ezt az anyagot, vagy ezt és ezt a képet. Hanem van ilyen? Van, képzeld el, ez nagyon meglepő, pedig azt gondolod, hogy fotósoknak nincsenek rajongóik, de van, és ez tök jó, ez nagyon-nagyon-nagyon jól esik, amikor valaki akárcsak így kommentet, például azt nem értem, hogy én az a típus vagyok, aki egy más fotós munkáját is nagyon szívesen lájkolom és kommentelem. Az a helyzet, hogy itthon szerintem nagyon nagy a fotósok közti irítség, és ezt például soha nem értettem, amikor más munkáját elkezdik fikázni, vagy megpróbálni lehúzni, és semmilyen építő jellegű dolgot viszont. Tehát, hogyha egy olyat látnak, amiben nem lehet belekötni, és tényleg nagyon jó, arra meg semmi. Tehát, hogy érted, ha tud negatívat, akkor tudjon már pozitívat is valaki kommentelni. Úgyhogy én, ha látok valami olyat, ami tetszik, akkor azt hangoztatom is. Hát nagyon köszönöm, hogy velem reggeliztél. Én köszönöm, hogy veled reggelizhettem. Köszönöm, hogy megosztottál velem sok mindent. Gyere máskor is. Tudok.